Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa TV péntek esti híradóját látják 2024. március 1-én este 7 órától. Megnyitotta új ügyfélszolgálati irodáját az MVM, ünnepélyes keretek között avatták fel a modern belvárosi irodát Kalocsán. Otthonában fogadta a Kalocsa TV stábját Elekes Enikő, Magyarország első női szumó világbajnoka veheti át az idei évben városunk díszpolgári címét. Egymilliárdos pályázati forrásból valósulhat meg a Csajda gyógyfürdő és uszoda energetikai korszerűsítése. Cél a megújuló uszoda stabil, folyamatos és költséghatékony üzemeltetése. Ünnepélyes keretek között avatta fel az MVM új belvárosi ügyfélszolgálati irodáját Kalocsán Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Mátrai Károly, az MVM ZRT vezérigazgatója, Font Sándor országgyűlési képviselő, valamint dr. Filvik Géza polgármester február 27-én. Változatlan nyitvatartással várja ügyfeleit a Szent István Király út 57-es szám alatt a Volt Budapest Bank helyén kialakított modern iroda, így kényelmesebben, jobban megközelíthető helyen intézhetik árammal és földgázzal kapcsolatos ügyeiket a lakosok. Az ünnepség résztvevőit elsőként Font Sándor országgyűlési képviselő köszöntötte, aki rámutatott, régóta várt esemény ez a városnak és a környező településeknek. A képviselő köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik fontosnak tartják, hogy a járási székhely kisvárosokban és a környező településeken élők is olyan minőségi szolgáltatást kapjanak, mintha egy nagyvárosban élnének. Az elmúlt másfél-két évben rengeteg olyan trauma érte a fogyasztókat, amely miatt kapcsolatba kellett, hogy kerüljön az energiaszolgáltatóval, és őtől várta a legoptimálisabb megoldást, hogy az ő helyzetében most mit kell tenni. Én köszönöm a miniszter úrnak és a vezérigazgató úrnak, hogy ők is úgy látták, hogy Kalocsán ideje egy modern környezetben lévő irodát, egy ügyfélt kiszolgáló irodát létesíteni. Dr. Filvik Géza a vendégek köszöntése után örömét fejezte ki, hogy az ügyintézés ezen a napon visszatér a Szent István Király útra, hiszen Kalocsán emblematikus hely a főutca, hagyományosan a legjobb hely a lakosság kiszolgálására. Mi a városvezetésben is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a lakosságnak a véleményeinek a befogadására, és hogy nagyon sok csatornán, sok fórumon keresztül ezt meg tudják tenni, és ezért is fontos az, hogy az MVM is egy ilyen jó színvonalú lakossági ügyfélszolgálati irodát nyitnak. Az külön öröm számomra, és látom azt, hogy a cégnél ez kiemelt figyelem a lakosság kiszolgálása, hogy a legmagasabb szinten jönnek az irodát megtekinteni és átadni. Miniszter úr, vezérigazgató úr személyében köszönöm szépen, és a magam nevében is a munkatársaknak nagyon jó munkát kívánok itt, és bízom abban, hogy a kalocsai ügyfeleknek az igényei ezen a mind külsőleg megújuló irodában szakmailag is magas színvonalon fog történni. Eredményes jó munkát kívánok, és köszönöm szépen, hogy az itt dolgozók Kalocsa lakosságának a kiszolgálása érdekében végzik a munkájukat. Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója kifejtette, számára kalocsai származásúként megható most itt állni egy kalocsai iroda avató ünnepségén. Mint felidézte, amikor 2023. januárjában vezérigazgató lett, részére a közösségi médiában éppen a kalocsai ügyfélszolgálati irodával kapcsolatban fogalmaztak meg kérést. Azt gondolom, hogy Kalocsa megérdemli, hogy egy egyszergyár utcai 30 éves lerobbant ingatlanban szolgáljuk ki a kalocsai lakosságot, hanem azt gondolom egy méltó környezetben a Szent István Király utcán, Pósnához közel, szintén a busz megállóhoz közel, tehát a szállások népei is, ahogy itt szokták mondani, könnyen elérhetik az ügyfélszolgálatot, tudjuk őket kiszolgálni. A kalocsai ügyfélszolgálat nagyjából 6400 ügyfél panaszt, kérést és akciót intéz egy évben, tehát ez egy nagyon nagy szám. És azt gondoljuk, hogy most méltó környezetben kerültünk, egy olyan környezetben, ami megfelel a 21. századnak, és azt is el kell mondanom, hogy az MVM-ben az ügyfél egy fontos szerepet kapott az új stratégiánk mentén. Idén ez már a harmadik ügyfél szolgálati iroda átadónk, Győr és Nagykáta után most Kalocsára értünk. És folytatjuk ezt, hiszen az ügyfél a legfontosabb érték, és nekünk az a dolgunk, hogy az ügyfeleket a lehető legmagasabb színvonalon szolgáljuk ki. A vezérigazgató felhívta a figyelmet, hogy a személyes ügyintézés mellett egyre inkább az online ügyintézési csatornák kerülnek előtérbe. Az MVM és Kalocsa között nagyon szoros kapcsolat van. Ahogy polgármester úr is mondta, jó néhány székházat épített itt a Démász az elmúlt 100 évben. Most egy újabb
nagyon szép irodát veszünk bérben. Viszont ne feledkezzünk meg arról, hogy az MVM Paksal kapcsolatosan szintén kapcsolódik Kalocsához, hiszen a paksi atomerő itt a kertek alatt 30-40 évvel ezelőtt szépen fölépült, és hogy biztosom arra a kalocsaiakat, hogy a híd átadása után használjuk ki a hídban lévő lehetőségeket, hiszen eddig Paksot és Kalocsát a folyó elválasztotta, most a híd össze fogja kötni. Kalocsának mindig az volt a problémája a modern korban, hogy nincs nagyiparvállalat a környéken, viszont a híd átadásával néhány hónapon belül az MVM Paksi atomerőmű, illetve a Paks 2-es erőműben épülő 6. és 5. és 6. blokk hosszú távú munkalehetőséget tud ajánlani a kalocsai embereknek, egy hosszú távú kiszámítható jövőt, és ez az szerintem, amire Kalocsa mindig is vágyott. Úgyhogy az MVM ebben is partnerséget tud nyújtani a városnak, és én bízom benne, hogy sok kalocsai munkatársat fogok majd üdvözölni tudni a Paksi atomerőmű építkezésén és magában a ma meglévő és működő Paksi 1-es atomerőműben. Lantos Csaba elsőként kisét réfásan a 44 évvel ezelőtti kalocsai sorkatonai szolgálatára, a katonák körében is népszerű egykori békapresszorról emlékezett meg. A miniszter kiemelte, Kalocsának az új Dunahíd új perspektívát ad. A híddal egy új lehetőséghez jut a város. A miniszter felhívta a figyelmet, hogy az online ügyintézés mellett is rengeteg olyan élethelyzet van, amit csak személyes ügyintézés tud pótolni, majd gratulációját fejezte ki az MVM-nek. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy most először bejelentem, hogy Magyarországon elértük a 6000 megawatt naperőmű teljesítményt. Ez ugye összességében az ipari méretű napelemparkok és a háztartások együtt. Ilyen nem volt, ugye tavaly év végén 5600 valahány megawattnál tartottunk. A 6000 megawatt ez egy nagyon komoly szám, ugye ennek az országnak az átlagos elektromos áram fogyasztása az körülbelül ez a 6000, tehát most biztos már, hogy amikor majd süt a nap így tavasszal, és hát kicsit úgy tűnik, hogy korábban is van már tavasz, ugye, de ahogy süt a nap, akkor gyakorlatilag a napelemek megtermelik majd az országnak a energia, az elektromos áram szükségletét. Ugye eddig a csúcsfogyasztás az 7400 megawatt volt januárban, idén tapasztaltuk meg, de az átlagos az valahol 5500-6500 között szokott lenni. Tehát nagy, nem kell óriási fantázia, hogy azt mondjam, hogy mi most már megtermeljük napelemmel és valamennyi szélkerékkel a saját áramunkat. Mint kiemelte, épül a Paks 2, a Paks 1-nek pedig meghosszabbítják az üzemidejét. Majd elmondta, a Napelem Plus pályázatra 27 ezeren jelentkeztek, illetve a másik ipari méretű tárolóegységekre szolgáló Napelem pályázat is sikeres. A beszédeket követően az új ügyfélszolgálati iroda avatószalagját Lantos Csaba, Mátrai Károly, Font Sándor és Dr. Filvi Géza vágta át. Mint beszámoltunk róla, a Japánban sporttörténelmet író Elekes Enikő veheti át az idei évben Kalocsa város díszpolgári címét, amelyről február 15-én zárt ülésen határozott a képviselőtestület. Az ülést követően február 17-én otthonában fogadta a Kalocsa TV stábját hazánk első női szumó világbajnoka. Mint emlékezetes, a jordániai Ammanban 2023. augusztusában megrendezett junior birkózó világbajnokság után október 8-án ismét a dobogó legfelső fokára állhatott Elekes Enikő, aki szumóban bizonyított és írt sporttörténelmet a sportág őshazájában, Japánban, ugyanis megszerezte Magyarország első női világbajnoki címét. Kalocsa város képviselőtestülete február 15-én csütörtökön zárt ülésen hozott határozata értelmében a 2024-es évben Kalocsa város díszpolgári címét Elekes Enikő veheti át, aki a döntést követően február 17-én otthonában fogadta a Kalocsa TV stábját, és mint érdeklődésünkre elárulta, szüleitől értesült a testület döntéséről. Eleinte nagyon hihetetlen volt számomra felfogni, de nagyon jó leső érzés, és tegnap voltam versenyen, mint látszik, és nagyon sokan gratuláltak nekem. Egy korosztályos válogató verseny volt, ahol 5 meccsem volt, és sikeresen meg is nyertem. Mint Elekes Enikőtől megtudtuk, szerzett sérüléseit büszkén viseli, még 2 korosztályos győzelem esetén pedig ő képviselheti hazánkat birkózásban U20-as válogatottként. Azonban emellett is számos kihívás vár rá az idei évben. Év elején volt egy felnőtt verseny, ami nem igazán úgy sikerült, ahogy akartam volna, de igazából ez nem probléma, mert attól az embertől kaptam ki, aki jelenleg a világon a 2. számú felnőttben.
De nem baj, mivel most volt ez a válogató verseny, és a saját korosztályomban már elég erősen én állok arra, hogy válogatott legyek, és a következő verseny, amin részt fogok venni, az egy nemzetközi verseny lesz Törökországban. A törökországi versenyt éppen a díszpolgári cím átadó ünnepségének napján, március 15-én rendezik meg, azonban Elekes Enikő a Kalocsa TV kameráján keresztül is üzent azoknak a fiatal sportolóknak, akik hozzá hasonló célokat szeretnének kitűzni a sportban. Én mindenféleképpen azt mondom először, hogy rengeteg kitartás kell hozzá, mert nagyon sokszor lesz az, hogy nincs kedvem lemenni edzeni, van jobb dolgom, lenne már más, amit csinálnék, de a sok kis, apró, hozzátett dolog, amit egészen az út alatt beletett az ember, az ki fog fizetődni a végén. Mint televíziónknak elárulta, bár ritkán tud hazalátogatni Kalocsára, mindig hálás lesz az itt kapott alapokért. Sajnos mostanában nagyon ritkán tudok hazajönni, de ugye én itt nőttem föl, itt laknak a szüleim, én itt kezdtem el úgymond a pályafutásomat, szóval az első benyomásokat ez a hely adta nekem, és ezért mindig is nagyon hálás leszek. Úgy tűnik, sikeresen elűzték a telet a Busók Mohácson, ahol a rendezvény sorozat részeként a kultúrkikötő is megnyitotta kapuit. A hazánk értékeit felvonultató kikötőben a Viski Károly Múzeum delegációja is lehorgonyzott, hogy bemutassa városunk népművészetét és szokásait. Február 8-a és 13-a között ismét felvették maszkjaikat a Busók Mohácson. A színes, közel egy hétig tartó rendezvénysorozat az idei évben is rengeteg érdeklődőt vonzott, akik a kultúrkikötőben a hungarikumokat ismerhették meg még közelebbről. A meghívást elfogadva a Viski Károly Múzeum is előadással és bemutatóval készült a látogatóknak. A Kultúrkikötő nevű kis helyen ott mutattuk be a népművészetünket, egész nap egyébként a busójárás szokásairól, a busó állarcok készítéséről volt szó, és közben mi is pingáltunk, tojást festettünk, és a mintaírást mutattuk be, egyébként meg viseletben voltunk, és ugye mindenki gyönyörködhetett a kalocsai népművészetben, viseletben. Mint Kripta Istvánné Halász Zsuzsanna megosztotta, Kalocsa mellett számos településről érkeztek kiállítók a kultúrkikötőbe, amely lehetőséget nyitott egymás megismerésére is. A karcagi birkafőzők jelen voltak, a Matyó Népművészeti Egyesület képviselte magát, és több ilyen kis csoport, aki a hungarikumokat tudta bemutatni. A karcagiak birkapörköltet főztek, a megjelentek részére, akkor megkóstolhattuk a muhácsi busóknak az eledelét, a babgulyást, ami nagyon finom volt, nagyon ízletes volt, és ugye nagyon jó érzés volt, hogy mindenkivel tudtunk egy pár szót beszélni. Akkor a bajai halászok voltak ott, ugye találkoztunk egy kalocsai képviselőjükkel is, akivel ugye szoktunk sűrűbben is találkozni. Február 27-én kedden délelőtt közös sajtótájékoztatót tartott a Békés Kalocsáért Egyesület és a 6300.hu online médium, amelyen bejelentették, hogy a tavaly hagyományteremtő szándékkal megtartott első felnőtt szavaló verseny sikere nyomán idén újra megrendezik a versenyt, március 15-én ezúttal író-olvasó találkozóval egybekötve. A sajtótájékoztató nyújtotta alkalmat Bolváriné Gartner Anikó a szervező egyesület tevékenységének bemutatására is kihasználta. Emlékeztetett, a 2019-es önkormányzati választáson jelölő szervezet voltak, és egyesületük több tagja bejutott a képviselőtestületbe, majd azt is elmondta, egyik fő céljuk, hogy szeretett közösséget építsenek és kielégítsék a valahova tartozás igényét. Működésünk három csapásvonal mentén zajlik. Szociális munka, a média és közösségi élet és a kultúra. Húsvétkor és karácsonykor minden évben megszervezzük a 10 éves hagyománnyal bíró jótékonysági ételosztást. Alkalmanként 500-1200 adag ételt osztunk ki rászorulóknak és hívunk mindenkit egy közös ebédre. Önkéntes csapatunkkal enni adok ételdobozt működtetünk, amelyet naponta háromszor töltünk fel friss élelemmel a rászorulók számára. A sajtótájékoztatót Király Róbert az egyesület színeiben mandátumot szerzett önkormányzati képviselő a média tevékenységük ismertetésével folytatta. 2019 őszén saját kezdeményezésből, egyesületi pénzből létrehoztuk a 6300.hu független online médiát, hogy egy új szemszögből tájékoztassuk az embereket. Stúdiót hoztunk létre, de kezdetek óta jelen vagyunk az online térben mindenhol.
tudósítunk közeleti eseményekről, ott vagyunk a Városházán, közvetítünk kulturális és sporteseményeket, beszélgetünk társadalmi ügyekben, megszólítunk helyi kérdésekben, és megszólítunk helyieket. Létrehoztuk saját honlapunkat, a 6300.hu-t, ahol már 100-nál is több cikket írtunk. Elindítottuk saját YouTube csatornánkat, 6300 Kalocsa néven. Ezen kívül írott formában is továbbítani szeretnénk a híreket a kalocsaiaknak, ezért ingyenes újságokat juttatunk el minden kalocsai háztartásba. Az egyesületünk megalapulása óta rengeteg előadást, fórumot, beszélgetést szervezett. Ennek köszönhetően a közösségépítésben, ismeretterjesztésben, szociális érzékenyítésben, szórakoztatásban is élen halad a szervezet. Végül Bolvári Ferdinánd a kulturális feladatvállalásukat hangsúlyozta, amelynek részeként tavaly március 15-én először rendeztek felnőtt szavaló versenyt. Ez a kezdeményezés idén folytatódik. Rendkívüli sajtótájékoztatónk apropója, hogy az idei évben március 15-én is megrendezzük ugyanezt a szavaló versenyt, amely a tavalyi évtől eltérően nem a haza témájában, hanem a szeretet és a szerelem témájában fog megrendezésre kerülni. A kötelező versünk Sohonyai Attila Szeretni beláthatatlanul című vers lesz. Sohonyai Attila a jelen magyar kortárs irodalom legolvasottabb költője, elfogadta meghívásunkat, megtisztel bennünket, és a kalocsai második szavalóverseny zsűriének elnöki tisztét elfogadta. Így a március 15-én délután 14 órakor kezdődő második felnőtt szavalóverseny egy kortárs író-olvasó találkozó is lesz egyben. A jelentkezéseket március 5-ig jelentkezési sorrendben legfeljebb 15 főig fogadják. Izgalmas mérkőzés várt Kalocsa első hoki csapatára február 17-én Baján, ahol amatőr hoki kupát hirdettek meg a jótékonyság jegyében. A találkozón a 6 felnőtt csapat közül a miénk a 4. helyet szerezték meg. Nem volt ismeretlen a kalocsai hokisok számára a Bajai Jég és Szabadidő csarnok, hiszen alkalmanként ezen a pályán edzenek. A Bajai találkozó egy nagyon színvonalas jótékonysági rendezvény volt, amire úgy kell tekinteni, hogy amatőr mérkőzésként volt meghirdetve, de nagyon kevés amatőr vett részt, kivéve a kalocsai csapatot. És ezt úgy kell elképzelni, hogy az minősül amatőrnek, aki nem nyilvántartásban, nem bejegyzett, igazolt versenyző. Tehát a Bajai, a Szekszárdi és a Szabadkai csapatból például olyanok jöttek el amatőr mérkőzésre, akiknek van köztük olyan, akinek 40 éves jégkorongos múltja van, és a mi tényleg amatőr, korizni most tanuló kis brigádunk, az velük szembe ment a jégpályán. És én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül elég jól helyt álltunk. A kalocsai hoki csapat a rangadón a büszke 4. helyet vívta ki. Voltak már kisebb mérkőzéseink, ilyen kis körössel, például volt szervezve körösön egy régebben egy inline, tehát egy görhoki kupa, ott is szerepeltünk, ott 4 csapatból a 3. lettünk annó, de egy igazi, jól szervezett, komoly rendezvény, ez volt az első. És nagyon-nagyon jól éreztük ott magunkat. A lelkes sportolók fél éve játszanak hivatalosan egyesületi formában, mondhatni városunkban egy hiányt pótoltak ezzel. A hoki csapatunk 16 főből áll és mindenféle korosztályt képvisel. A labdasportok, labdajátékok és az egyéb sportok minden formája már megvan ebben a városban, de viszont a jégkorong, vagy konkrétan a korcsolyázás, görkorcsolyázás, az csak hobbi szinten létezik, és mi ezt szeretnénk egy kicsit komolyabban. A 30 környékiek, akik a húzó emberek, és hogy lehet hozzánk bejutni? Hát meg kell minket keresni, és nagyon szívesen látunk bárkit a edzéseinken, vagy akár külön egyénre szabott korisulival is. Tervek szerint a városban ki lesz alakítva az egyesület számára egy pálya is. Tárgyalásokat folytatunk, hogy a városba is tudjunk létesíteni, nem jégpályát, mert ugye ez szerintem utópia, jelenleg a várható költségek, a létesítési költségek és a fenntartási költségei miatt, hanem nagyon szeretnénk a városba a görhokit, az inline korcsolyázást megvalósítani,
Nagyon pozitív kilátásaink vannak, beszéltünk a KKC vezetőségével, és a volt buborékcsarnok helyén jelenleg még papírra nem fektettük, de szóban már megegyeztünk, hogy ott fogunk tudni létesíteni egy gőrhokipályát. Az egyesület terve még, ha lehetőségek adottak lesznek, külön egy lánycsapatot is össze szeretnének rakni. Megismétlődött a kalocsai siker a röplabda vármegyei diákolimpián. A február 21-i forduló házigazdája a Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény volt, és a cél az országos elődöntőbe jutás. Kiváló dobások, taktika és játékmód jellemezte a kalocsai csapat meccseit most is. A lányok egymás után szerzik a pontokat a diákolimpiai fordulókon. Szerencsére idén három csapattal is indultunk a diákolimpián. Az intézményünk a 7.-8. évfolyamos diákoknak a röplabda vármegyei döntőjét rendezte meg, amit idén az MDS három fordulósra írt ki. Négy csapat vett részt ezen. A mi iskolánkon kívül három kecskeméti, a belvárosi Zrényi Kecskemétről, a Katona és a Református iskola. Láthatóan a kalocsai csapat lelkesedése a második fordulóban sem hagyott alább. Nagyon nagy öröm volt, hogy a saját intézményünkbe játszhattuk a második fordulót úgy, hogy az első fordulót sikeresen megnyertük, az összes kecskeméti csapatnál jobbnak bizonyultunk, és itthon pedig be tudtuk bizonyítani saját diáktársaink és a tanáraink előtt, hogy ugyanígy mi maradtunk a tabella első helyén. A kalocsai csapat évek óta egy osztályba és egy iskolába jár ugye hozzánk, illetve a TFS-e kalocsának az állandó U15-ös tagjai, úgyhogy a bajnokságot is föl tudtuk használni arra, hogy erre az eseményre föl tudjunk készülni. A lányokra március 13-án Kecskeméten vár egy újabb forduló, ahol ha szintén sikeresen szerepelnek, akkor a csapat bejut az országos elődöntőbe. Az izgalom az igazából itt Kalocsán hágott a tetőfokára, mert senki nem gondolta volna, hogy első helyen zárjuk a második fordulót, és most hatalmas lelkesedéssel készülnek a harmadikra, mert szeretnék hiba nélkül zárni, és úgy az aranyat a nyakukba. A csapat tagjai Csefkó Csenge, Gyarmati Lili, Gyarmati Nóra, Kapitány Kiara, Kovács Kolett, Madai Menta, Nagy Léna, Nánai Júlia, Répási Blanka, Romsics Roberta, Vancsura Korina. A harmadik fordulót az első helyről várja a csapat. Jó esély van arra, hogy a kalocsai Csajda gyógyfürdő és uszoda energetikai korszerűsítése a Bács-Kiskunvár megyei önkormányzatnál lévő területi operatív program plusz Európai Uniós nettó 1 milliárd forint visszanemtérítendő támogatásából valósuljon meg. Dr. Filvi Géza polgármester a tanácskozáson hangsúlyozta, a cél az, hogy a megújuló uszoda stabilan, folyamatosan és költséghatékonyan tudjon üzemelni. A pályázatot a Bács-Kiskunvár megyei fejlesztési ügynökséggel és a pályázatot előkészítő szakemberekkel folytatott egyeztetést követően az önkormányzat a Városi Képviselőtestület február 28-án szerdán tartott rendkívüli ülésén hozott határozata értelmében 2024. március 4-ig benyújtja. A tanácskozáson az előterjesztést jegyző dr. Filvi Géza polgármester és Boromisza Viktor városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető által elmondottakból kiviláglott, az energetikai korszerűsítés megvalósításának fontos, talán a legfontosabb része annak a 850 méter mély kútnak a mintegy 240-270 millió forint költségen történő megfúrása. Nagyon-nagyon régóta várjuk már ezt a pályázati lehetőséget. Mint közismert a kedves kalocsai lakosság előtt is, ugye a jelenlegi gyógyfürdőnk és uszodánk 1985-87 között épült, és 87 óta az akkori kor technológiájának és technikájának megfelelően, ahogy elkészült, azzal üzemel a mai napig. Nem véletlen, hogy amikor az energetikai piac felbojdult a háború hatására, és egy energiaválság alakult ki, akkor már nem tudtuk üzemeltetni az uszodát, és azt is el szeretném mondani, hogy a téli időszakban a gáz fogyasztás az uszodának naponta 6-800 köbméter. A polgármester rámutatott, a támogatás elnyerése esetén a forrás felhasználásának végső határideje 2029. június 29-e, azaz közel 36 hónap áll rendelkezésre, de a szakemberek szerint a megvalósításra 18 hónap is elegendő lehet. 100% a pályázati finanszírozás, önkormányzati önerőt nem igényel,
és a kiírás szerint 1 milliárd forintos a költségkeret. A kalkulációink szerint, és a pénzügyi szakembereink megvizsgálták ezt a kérdést, és nettó elszámolásban tudja az önkormányzat, illetve a konzorciumi partnere, a Kalocsai Vagyonhasznosítási Kft., mint az uszoda üzemeltetője, a gyógyfürdő üzemeltetője nettó elszámolásban tudja ezt felhasználni, tehát egy nettó 1 milliárd forintos pályázati keretet lőttünk be, és ennek megfelelően került kialakításra az az energetikai műszaki tartalom, amellyel megújulhat a fürdőnk. A folytatásban Boromisza Viktor, a város üzemeltetési és fejlesztési osztályvezetője a pályázat megvalósításának egyes elemeit pontokba szedve magyarázta el. A prezentáció végén a szakember kiemelte, amennyiben a fejlesztés megvalósul, a látogatókat első benyomásra egy vadonatúj, modern uszoda és gyógyfürdő fogadja majd. 2027-ig van gyógyfürdő minősítése a fürdőnknek, és nyilván azért önöknek is feltűnt, amikor elhangzott, hogy 12 fokos vizet fűtenek fel gázkazánokkal, illetve az is, hogy a medencetérben a padlófűtés csövek mindegy 40 cm-re vannak a padlózat alatt, tehát nyilván itt az energetikai felújításnak az igénye az nem véletlen. Úgyhogy az első sarokpont a termál kútnak a fúrása. Említettem már, hogy igen jelentős összeg, ez a 240-270 millió forintos összeg, amely a pályázat lefinanszíroz, és a szakértőink vizsgálatai szerint 95%-os bizonyossággal állítják, hogy ahogy osztályvezető úr is említette, 300 liter per perc, és körülbelül egy 46-48-50 fokos víz nyerhető ki. Úgyhogy nyilván, ami a legfontosabb feladat, hogy a jelenlegi uszodánkat egy olyan üzemeltetési, olyan üzemeltethetőségi paraméterekre fejlesszük fel, hogy fenntartható legyen. Amennyiben az előírt mélységből esetleg mégsem nyernének a szakvélemény szerinti paramétereknek megfelelő termál vizet, az a pályázat megvalósítását csak annyiban módosítja, hogy a hőközpont korszerűsítésére készült tervekben majd a kivitelezéskor a gázkazánt hőszivattyúra cserélik. A Kalocsai uszoda és gyógyfürdő üzemeltetéséről és a benne folyó sportéletről a létesítmény vezetőjével, Busa Attilával beszélgetünk a Híradó Extra című műsorunkban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, hiszen hamarosan kezdődik a Híradó Extra. Friss hírekkel pedig kedvesen jelentkezünk. Viszontlátásra!